miért gomba a gomba, és miért körtér a körtér. Ha a gombára ránézünk, akkor rögtön látjuk, hogy ez tulajdonképpen egy negatív gomba, valójában egy gyűrű. A körtér pedig az értelmező szótár szerint egy olyan kör alakú tér, amiben sugárszerűen torkolanak bele az utak. Körút az nagyon sok van Magyarországon, de körtér az csak Budán, és ez az egy, a Móri Dzsiga. Teresedni a Szent Imre szobor körül kezdett, amit 1930-ban állítottak föl, itt egyébként az akkor Horthy Miklósról elnevezett úton. A térnek a másik oldala egyébként távolabb tartott, mert akkor az a homorú házsor még nem állt, ezért a tér külső határa akkor egészen a Vásárhelyi Pál utcáig tartott. Arra nyugatra pedig a Gellért-hegy déli oldalában, amit a filoxéra után ugyebár megszűnt a szőlőtermesztés, a katolikus egyház vásárolt nagy területeket, és ott épült föl a Cisztercita gimnázium, későbbi József Attila, és mellette a templom is. És a gomba. Budapest más közlekedési gombáihoz képest ez a legkevésbé gombaszerű, viszont a legrégebbi. Két hasonlóról tudunk, forgalomirányító gombáról. Az egyik az Őrs vezértéren a 70-es években épült, a másik talán az volt a legszebb, a Széll Kálmán téren a 40-es években állt néhány évig. De miért gomba a gomba? A gomba egy történelmileg bizonyuló véletlennek köszönheti az alakját, ugyanis a hév visszafordító vágányok itt hurokszerűen fogták körbe. Egészen 1963-ig járt a Budafok Nagytétényi és a Török-Bálinti hév, később villamosok léptek a helyére, a Kispestig menő 41-es és 43-as villamos fordult meg a gomba körül. A Móri Zsigmond körtérben nincs ugyan semmi körtérszerű, viszont több légi felvételen is látszik, az a szabályos körcik ezzel a homorú házsorral, aminek a fókuszpontjában, mint egy ementális sajtszelet közepén a gomba áll, a gyűrű formájú gomba. Körtér és vele a gomba a 40-es évek elején épült ki. Korábban említett villamos és vágányvonalak mellé kapcsolódott be később a 4-es, 6-os, a mai Petőfi híd felé, meg a Villányi út forgalma egyre több kanyargó vágány keresztezte itt egymást, és egyre több munkást kellett a fehérvári úti budafoki gyárakba szállítani. Ha kicsit elrébb jövünk, mint a Bartók Béla úton, akkor itt áll mögöttem a 6 emeletes szimplóház, ahol valaha a híres Bartók mozi is működött. Egyébként a helyén korábban is mozi volt, de még korábban egy 1908-as térkép szerint itt egy téglagyár állt. Az épületet két fiatal építész, Prejszi Gábor és Vadász Mihály közösen tervezte erre a hegyesszögű saroktelekre. Felül panorámás tetőterasz, alul a korszak legkorszerűbb mozia. Az acélváza szerkezetét, ami egyébként most már nem néz ki annyira jól, a kor lakásínsége kényszerítette ki, mivel a főváros adómentességet ígért a gyorsan épülő bérházaknak. A fémvázas technológiából jöttek a végighúzódó ablaksávok, és persze 61-től 30 éven át itt működött a Bartók mozi. A körtér Hínfi utcai sarkánál állunk, ami arról híres, nagyon nem híres, nevezetes, hogy itt áll Velder Gyula, híres építész lakóháza, ő tervezte a közelben lévő Ciszter gimnáziumot, majd későbbi József Attilát, a Jóskát, az én alma máteremet, de igazából a hely arról híres, hogy 56-ban itt az érdeklődő környékbeliek egy kilőtt T-34-es orosz tankot nézegethettek. A tér túlsó végénél, a Fehérvári úti torkolatnál állt a híres barikád, a cirilbetűs Oroszok haza Pászlida moly felirattal. A körtér az egyik legfontosabb ellenállási gócpont volt 56-ban. A leghevesebb harcok akkor voltak, amikor a Fehérvári út felől jöttek a szovjet páncélosok. Felkelők egyik lőszer és fegyverraktára a gomba volt, a másik viszont a későbbi önkiszolgáló étterem, a Lordok háza, ahol valaha én 3 forintért lehettem gránátos kockát vagy sárga borsó főzeléket, aztán később
itt lehetett találkozni az első hajléktalanokkal is, akiknek illet otthagyni a maradékot. Ma ez a Meki. És miért éppen Bóri Zsigmond lett a névadó úgy nagyjából 70 éve? A válasz az, hogy itt volt a későbbi Bartók Béla úton az utolsó pesti lakása. Szobrot is kapott, de először a 2003-ban állított Varga Imre szobor még a tér túlsó oldalán állt, a 61-es villamos végállomásánál, aztán később eltűnt, elkerült Varga Imre óbudai műhelyébe, óbudai gyűjteményébe, és 2013-ban került vissza ide a gomba déli oldalához, amikor a körtér is egy jelentős ráncfelvaráson esett túl. Azóta van metró is a körtéren, a gomba pedig úgy alakult át, hogy csupa kiülős hely, kávézó került ide, és azóta vannak itt ezek a melegedő kövek, amik természetesen mind a három gomba alakultak.